Az előttünk álló ünnepi időszakban az árusok célja a nagyobb forgalom lesz. Belföldi gazdasági és pénzügyi szakértők szerint nem várható a termékek jelentős drágulása. A szabadkai tejpiac eladói és vásárlói másként vélekednek. Ilyen árak mellett, mint amik most vannak, még drágább fog minden lenni. Biztos. Rá vagyunk készülve a drágulásra, mert minden nap vannak a drágulások, amit már lassan kibírhatatlan lesz. Kicsi nyugdíj mellett nem lehet. Arra a kérdésre, hogy megkezdték-e az ünnepi készülődést az emberek, rövid, de sokat mondó választ kaptunk. Kínálat van, de a kereslet megcsökkent, nincs pénz a népnek. A vásárlók megfontoltak, meggondolják, mire költik a pénzüket. Az ünnepek, de ajándékra nem nagyon jó. Hát ami a legfontosabb, ez a mai világban, ez a nagy drágaság, ez a minden, nem tud az ember hogy kijönni. A megkérdezettek nagyobb része inkább maga készít ajándékot. Listát írnak, és csak a legfontosabbakra költenek. Abban viszont mindenki egyetért, hogy apró ajándék nélkül nem múlhat el az ünnep.